Hello, üzenem a Sződi Hunyadi János általános iskola tanulóinak, hogy igen, Csúrya Zsombor az öcsém. Szóval most ő a legmenőbb arc a suliban. A mai daráló láttán lehet, hogy páran azt fogjátok gondolni, hogy ó, most jól visszakapott Csabusa, ez a bakancs című pályád miatt van. Hát szólok, hogy nem. A bakancs pályán ott van értelme, nem véletlenszerű emberekhez küldenek, hanem az egész összefügg. Előre viszik a történetet, nem mindenhol azt mondják, hogy ó, itt nincs semmi, menj tovább máshoz. Az egész összefügg. Tehát, ha esetleg olyat csinálnék végjátszás közben, hogy az nem azért van, mert arra gondolok, hogy ó, most jól visszakaptam, hanem arra, hogy milyen szemét a pálya. Nem úgy, mint a bakancs. Sziasztok, daráljunk! Mielőtt belevágnánk, szeretnék egy-két dolgot elmondani, amibe így időnként belefuttok. Hát nem is tudom, hogy így nevezzem, mert végül is nem szoktam kiírni. De mindegy, most elmondom. Az egyik, hogy ne küldjetek mindig émet. Tehát kalandpálya daráló, kalandpálya, tehát én kalandpályákat játszok ebben végig, mindig émeket nem. Aztán félkészpályát ne küldjetek, főleg, hogy bármit bétának hívtok, tehát leraktok két blokkot, ó, el van kezdve a pálya, ez már béta. Nem, az nem béta. A béta a majdnem végleges verzió, hogy is mondjam, a kiadás előtti, tehát ott már nem sok változtatás hiányzik. Ne hívjátok azt bétának, amikor megcsináltátok a kezdőszobát, meg van két kanyar, és akkor majd valahogy folytatom. Te hogy folytatnád, Csabusa, meg szerinted érdemes folytatni? Nem, azt ne darálóba légy szíves. Tehát a kész, tesztelt, idézőjelbe kiadott pályákat, ezeket várom így a darálóban. Hát most mit mondjak, erről szól, ezt így találtam ki, tessék elfogadni. Ja, és még valami, küldhetek több személyes pályát, de hát amint látjátok, igen, nagyon-nagyon ritkán van az, hogy én multiban tudok játszani, egyszerűen nem jön úgy össze az idő. Szóval csak azt akarom mondani, na, hogy saját felelősségre, rajta maradnak a listán, de nem tudom, hogy ki fogom eljátszani emberi időn belül. szóval nem ígérek semmit a multis pályáknál, a szólót azt ugye tudom bármikor nézni. Jó, de nézzük a mai pályát, amiről nagyon kevés infót kaptam, annyit, hogy 1.8-as. A készítőket se tudom, remélem a pályán ki lesz írva. Jó, a pálya címét még tudom, a nagy nyomozás. Jó, lássuk. Kezdőszoba, vizes a fal, kicsit beázott. Egyébként színes, egész érdekes, ez a gomb szerintem nem aktivál semmit, vagy nem látható. Kezdés, gondolom utoljára, üdvözlés, piros gomb. Készítők, történet, szabályzat. Javaslat a kezdésen jelenjen meg utoljára, ha megnyomtam a többit, vagy nem tudom, ami fontos, mondjuk a szabályzat az csak fontos. És akkor így nem lesz az, hogy én olyan hülye vagyok, hogy azzal kezdem. Nézzük a készítőket akkor. Vasko 02 és Patrik 4444 4 darab 4-es készítette. Szabályzat? Jó, ez igen. Szabályok, ne törj, tegyél le blokkokat. Ja, ne törjek és ne tegyek le blokkokat. Oké, ne használd ki a bugokat. Ne használj parancsokat. A pályán vannak elrejtve easter egg-ek, például Five Nights at Freddy's. Minek írta föl? Ha a karakterek ládába kérik a cuccot, akkor majd mire visszaérsz, ott lesz a láda. Jó, ezt jól felírja. A pályán egy mondat el van rejtve, ami végjátszás közben meglelhetsz. Ez nem egy easter egg? Mindegy. Ha van nálad valami eszközön, vagy megadott blokkot törhetsz, illetve blockot, törhetsz szét, az csak abban a feladatban használd. Jó, azt hiszem ez érthető. Lehet, hogy az üdvözlések kellett volna kezdeni? De hát piros gomb. Hát, na jó. Szióka. Történet. Történet. A történet a pálya során derül ki, ez megint egy kicsit fölöslegesnek érződik. Azt hiszem mindegyik meg volt. Kezdés! Feladat, keresd meg a volt királyt. És vannak koordináták, ötletes. Ez lehet, hogy a Five Nights at Freddy's-ből van, nem tudom, nem nagyon ismerem a játékot. Tetszenek a sátrak. És úgy egyébként egész látványosnak tűnik ideig a terep. Ott a távolban nagyon érdekes építmények vannak. Ezek a lebeg... Ja, hogy madár repül! Állat!
Jó, ez eddig nagyon homály, keresem a királyt, miért, hol, mi, ki vagyok. Mondjuk az kicsit ijesztő, zombika meg csontika vagyok körbevéve. Poénafa, az meg egy spongyabob? Van itt egy ilyen homokos rész. Én pedig kíváncsi vagyok, és nem értelem, erre kéne indulni, úgyhogy erre kezdem. Ez de állat. Elvehetem? Ups. Ez a... hogy hívják? Zöld íjász? Vagy... Úristen. Jó, most te lesz úgy... most ezzel lesz tele a komment szekció. Csinosak a fák. Van itt egy gonosz alak. Egy teknő is. Nagyon tetszik a díszítés. Oké, hogy mind játékos fej, de olyan akkor is poén. Ilyen, nem tudom, hogy szederbokor. Nem is szívesen megyek az úton, inkább megnézem ezeket. Kis kacsák fürdenek? Ússza! Fürdenek a kis kacsák. Hát, ez egy zseniális. Nézzünk be ide. Hú, ez egy vadász, ott vannak a trófeák. Hát nagyon állat. Rudolf! Ne! Hú, bikák! Szerintem. Juhuhu, ez támadni készül. Vigyázz, támadni akár! Ott van valami jégváros, kőváros, meg faváros. Jó, akkor szerintem vissza kéne találni arra az útra. Kidőlt fa. Mert hát gondolom azért van ott út, hogy azon menjek. Itt erre jön, igen. Azt mondja, belépni tilos, belépni tilos. Hát, hogy is mondjam, de nem olyan nagy akadály azért ez. Ez mi? Ez egy ilyen koponya, oké. Hát lehet, hogy tényleg nem kellett volna erre jönni, bánya. Aha, ezt tudom, hogy abból van. Final Fantasy Freddy's-ből. Ez egy mag. Biztos se vett, hogy van nem egy kő. Ez egy kő? Azt mondja, raktár, meg Pista. Szevasz, Pista, de senki... Hú, ennek olyan mérges feje van, nem? Nagyon jól néz ki, tehát tényleg szó szerint szóhoz sem jutok, csak így ámulok. Itt egy ördög, aki varázsol villámot. Villámra emlékeztet. Itt egy másik ördög, és... vele már lehet beszélni? Nem. Oké, itt majmok laknak. Állat. Üdvözöljük, Kánon! És innen nem megy tovább az út, mintha erre menne. Aha. Itt egy farmer, kapágat. Dzsungelfalú és furkótelepnek. Ó, mi ez? Ez egy bank. Fogadós. Ne, betörő, segítség. Vedd ki a kasszából a pénzt. Igen, van egy olyan érzésem, hogy nem most kéne kirabolnom, hanem valaki ide küldött volna. És nem volt semmi információ, hogy mi merre hány méter. Szóval így belefuthatok ilyenbe. Szerintem oda később kell jönni, hát én nem akarom kirabolni azt. Mondjuk azt írtak, hogy feladat. Mindegy, most pingvinek. Ez is nagyon látványosan néz ki. Néhány, illetve két Sub-Zero itt sütöget valamit. Milyen rossz már. Zseniális.
Hát akkor kint leszek kandidátázni. 627, nem megoldom. 627 és mínusz 6, 64. Kamra. Nem hiszem, hogy egy kamrában él a király. Király, és de. Eléggé vegyes érzéseim vannak, tehát... Jobb lett volna egy ilyen útmutatás mellé, hogy az a háza az, vagy menj arra. A koordinát az mindenképpen jó, ha annak nem találom meg, de... Na jó, mindegy, megnéztük a pályát. Üdvözöllek a környéken, tudnál segíteni? Hogy miben, azt kérdezed? Hát, ellopták a vagyonom, minden pénzem oda lett. Légy szíves, kiderítenéd, hogy ki lopta el, és elvinnéd vissza a várba? Én addigra ott foglak várni téged. Itt egy lista, hogy kiket kell kikérdezned. Előre is köszönöm. Keresd meg a lista első személyét, akkor a láda. Ajaj, itt sok ilyen kis falucska, vagy lakótelep, az igen, ez biztos a vár. Van, szóval gondolom sok személy lesz a listán. Aztán 35 ember! 35 ember, ezt ti se gondoltátok komolyan, Jesszus Mária. Hú, ez egy kicsit sok. Jézusom, és hát 50 oldalas lapozzam végig, mi? Csá. Azt mondja, így használd személyből a király koordináta. Nem lehet rá kattintani, hogy oda teleportáljak? De jó lenne. Csecse a vár. És be van falazva. Na né, egy oroszlán. De miért nem csabus a feje van? Ahá. Ja igen, a király küldött, én nem tudok semmit a rablásról, de a barátom Panda Panni tud róla, kérdezd meg tőle, keresd meg Panda Pannit, és ő a második. Hát akkor felesleges volt felsorolni, ha így küldözgetnek egymás után. De abból a szempontból viszont jó, hogyha itt a cseten eltűnik, már mondjuk kilépek, akkor is meg lesz. És itt van elbújva egy fa mögé. Azt mondjam, szia, én Panda Panni vagyok. Én, mikor elvitték a pénzt, annyit láttam, hogy az egyikük férfi volt. Keresd meg a harmadik személyt. Azaz, a halált. De miért pont a halált? Meg a zöldi, ezt miért pont Panda Pannit mondta? Van itt valami? Ja, annyit tudta, hogy ő tud valamit. Oké. Okay. Mond a 16, felkiáltójál. Aha, értem, hogy egy mondatot össze lehet rakni, és megvan a felkiáltója. Hát nem nagyon reménykedek benne, hogy... Ajaj, egy lyuk. Hogy össze fogom rakni, és megvan a halál, el se hiszem. Fú, hát ezt jól dugták, nem mondom. Én a halál vagyok, muhaha, köm. Ja, a betörés. Akkor segítek, hogyha megölöd a lekvárfőző nénit. Mi baja van a halálnak? És elhozod a lelkét. Tedd a ládába. Ja, és ő furkótelepen lakik. Keresd meg a lekvárfőző nénit. Oké, gondolkodjunk egy kicsit. Tehát a halál megbíz azzal, hogy öljek meg valakit. De hát ő a halál. Jó, ez biztos irónia, de idáig nem paródiának tűnt a pálya. Viszont ez inkább kalandozás, mint nyomozás. Tehát ide-oda küldözgetnek, és hát nem sok logikát fedezek föl benne. Szóval nem érzem magam nyomozónak, csak azt akarom mondani. Na most az van, hogy a néni nincs a listán, és ennél nem írt koordinátát. Szóval kreatívnak kell lennünk. Valahol volt az a tábla. Furkotelep. Jó. Hát igen, itt hiányzott a tábla. Azt a milyen jó kaktusz. De állat. Csak véletlenül tudom, hogy hol van ez a furkótelep, egyébként most elkezdhetnék bolyongani. Tulajdonképpen most is bolyongok, mert a furkótelepen belül nem tudom, hol lakik. Te nem nézek ki néninek. Ti sem néztek ki néninek, de bent...
Nem. Hát inkább bácsinak néz ki. Ő is. Ilyenkor ugye mindig elbizonytalanodik az ember, idáig még nem mondtam, hogy ha ennyire szép egy pálya, biztos, hogy ők csinálták. Hopp, 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 egy lekvár. Igen. Oh. Most megöltem. Lélek. Ez a lekvár főző néni is fej. Hát gondolom menjek vissza a halálhoz. Hát milyen komoly fagyott zombi fejek. Nagyon poén. Tudom, hogy a következő a listán. Pedomaci. Á, de halál előtt beszéljek vele? Na jó, előbb a halálhoz megyek. Nem mondta, hogy rakjam a ládába. Ja, de tedd a ládába. Oké. Nem szóltam. Hoppácska. Ja, amúgy nem tudok semmit. Keresd meg a lista a következő személyét. Hát az ellenőrzést azt lehagyták, úgyhogy megtartom a néni lelkét. És a gyerekekre szívesen vigyázok. Oké, keresd meg a lista a következő személyét. Ennek így semmi értelme, mindjárt megyek az utolsóhoz. Ah, Mici Mackó. Remélem belőle nem lesz pedó. Na nézd csak, kivel találkoztam útközben, csak nem Clark Kent. Úgy néz ki, a fekete haj, meg ott van az a tincs elől. Na igen. Hú, méz. Ó, Isten. Minecraftosan nem nézek olyan szépen is. És nincs rajta gomb. Túl messze voltam, úgyhogy a szerblokk az így nem. Au, megcsíptek. Megcsípkedtek. Azok a fránya méhek. Ja, a betörés. Elmondom, amit tudok, ha hozol nekem furkótelepről, Istenem, gyógyszert a csípésekre. Tessék, itt van 500 forint. Tedd a ládába, ha megvan. Keresd meg a gyógyszertárat. Vissza furkótelepre. Oké. Már most látom, hogy ennek a pályának a legnagyobb negatívum a sok mászkálás. Messze vannak egymástól a dolgok, és pár nagyon-nagyon-nagyon jól néz ki, de ide-oda küldözgetnek, ami még hagyján lenne, de... De sok-sok ez a küldözgetés, főleg, hogy előre látom, hogy mennyi küldözgetés lesz, és nincs összefüggés, tehát egy véletlenszerű karakter, aztán elküld... Az a furkótelep, amire gondolok, ugye? Igen, az. Tehát egy véletlenszerű karakter elküld egy másik véletlenszerű karakterhez. Magyarázata sehol semmi, nem halad a nyomozás, tehát olyan... Ez a pálya inkább olyan, mint egy nagy easter egg gyűjtemény. Ez az érzésem van. Ott van Mici Mackó, meg Pedó Maci, és akkor tök jó, de olyan nincsen súlya a dolognak. Szóval olyan sok minden van a pályán, meg ez rendőrség, meg úgy semmilyen is egyszerre. Béla bácsi. Béla bácsinak külön címere van, és gyógyszertár. Jó. És most van rajta gomb. Gyógyszerét. Szia, adom a gyógyszert, amit kérsz, 500 forint lesz. És gyógyszer. Ez nagyon erős. Oké, vissza. Itt van. Ott se kell adni természetesen, meg is tartom. Köszönöm, de nem tudok semmit, bocs. Hát, ki gondolta volna, hogy nem tud semmit. Fantasztikus, menjünk a farmerhez, következő véletlenszerű karakter. Itt is vagyunk a farmer bácsinál, ugye őt is láttam az elején. Szevasz, fiam! Ja igen, a volt király küldött, amit tudok, elmondom. Ha hozol nekem a raktárból 10 magot, ha megvan, tedd a ládába. Mit is kéne? Egy farmer. Keresd meg a raktárt és hoz neki 10 magot. Hát ez raktárnak... Nem, ez magtár. De... Koordináta? Semmi? Keresd a raktárat? Egyszer ugye voltam egy raktárban, és ott néztem, hogy van mag, és el is raktam. Igen. Oké, emlékek. De... Ez is egy raktár. De azt hiszem csak 3 volt ott. Már megint nincs koordináta. Emberek, fogalmam sincs, és esküszöm, nem fogok elkezdeni nyomozgatni. Oké, hogy ez a pálya neve, de ez már itt sok. Egyszerűen sok. Gondolom, hogyha kiveszem a 10. magot a raktárból, akkor rakja le a ládát.
De hát... Tudja a kaktusz, hogy hol van itt még raktár. Hát emberek, bocs, feladtam a keresést, egy darabig bókláztam, de meguntam, nagyon nagy a terep. Végül is nem lehetetlen, előbb-utóbb oda téved az ember, de nem, szerintem ez túl sok, legalább egy koordinátát oda kellett volna írni, mint a karaktereknél. Vagy bármi, ami, mit tudom én, merre induljak. Mondjuk legalább annyit, hogy mi ennek a neve, Furkó? Furkó telepen van, vagy mi. Úgyhogy leraktam egy ládát oda, ahol a command block van. Úgyhogy kell neki odaadni. Amúgy csak annyit tudok, hogy Panda Panni sokszor szokott hazudni. Ah, ott van rajta a gomb. Gugugaga. És keresem a következő szemét. Ah, fárasztó egy pálya. Azt mondja, keresd meg a fogorvos Furkótelepen. Ja, a betörés, elmondom, amit tudok, ha hozol nekem fogkrémet. Mondd meg az orvosnak, hogy nekem kell és odaadja ingyen, tedd a ládába. El fogja adni információk. Az asszisztens, ja, a Rozmának kell, akkor ingyen odaadom, ő az unokatestvérem. Hát ez vagy egy nagyon érdekes család, vagy ez egy Rose már csak nem hasonlít. Jó. Vidd vissza a fokrémet. Ja, Rose, és kétszer írta ki. Oké. Okay. Igen. Tedd a ládába? Igen. Én csak annyit tudok, hogy Panda Panni szokott hazudni, és a farmer mindig igazat mond. Hát, emberek, az van, hogy a papnak is ugyanazt a koordinátát írták, mint a Rozmának, 712-609, 712-609. Szóval, vagy alatta van, vagy te vagy a pap, és nem. Megtaláltam a templomot, mondjuk nem volt nagy keresés, mert felrepültem és megláttam. Ott van a jeges rész, itt van mellette, hála égnek. Fú, emberek. És... Ha visszajöttem, hogy azt mondja, na. Hű, a Muppet Show-ból az öreg. Pap. Dicsértessék a Jézus Krisztus, segítek, ha megtalálod nekem a mennyasszonyt, mert most adnám össze ezzel a fiatal emberrel. Keresd meg a mennyasszonyt, tip a kocsmában van. Jó, ez jó poén, de... Istenem, ez a pálya. Sikerült megtalálni a kocsmát, mint kiderült, nem is a városban van. Ott van az a város, ott, és most nincsen kúzó, de látjátok, ott a jég mellett, ott van mondd már templom, és itt van a kocsma. Itt a sarokba. Itt eldugva. Hú, öcsém, most már nem is vágom ki, látjátok, repülni kell hozzá, hogy végig tud csinálni ezt a pályát. Na, hú, te gyönyörűség, te leszel az. Poff, ki vagy ütve. Ja, már megyek is, teljesen kiment a fejemből. Menj vissza a paphoz. Már itt is vagyunk, hozom a... Hát, lej a hercegnő feje megduplázódott. Meg nálam van a piája is. Nem, egyébként tudom, hogy van egy ilyen bug a játékban, hogyha set block levegőt nyomsz a fejre, akkor is megkapod belőle így a tárgyat, sajnos. Aztán nem tudom, 1.9-ben kijavították, vagy ki fogják javítani. Jó, és most beszélnem ki, ne pap... Jaha, igen, ha megjött a mennyasszony, igen. Nem tudok semmit, amen. Keresd meg a következő személyét. És meg is van a hajléktalanunk. Te szeretnél nekem egy kis pénzt, hogy hogyan, azt kérded? Jaj, sejtem. Menj el a fogadóba, és hozd nekem 1000 forintot. Csak Furkó telep felé kell menned, tedd a ládába. Keresd meg a fogadót. Megvan a fogadó. És igen, most jön ez a kasszából kivevős. És akkor vigyük vissza. Hát már repülök is. Meg is érkeztem, ott van a híd alatt a láda. Igen. Köszi, annyit láttam, hogy barna ruhája van, az udósan mondja. Keresd meg a lista következő személyét.
Itt lesz ez a magmás rész. És ott van Magnus, azt mondja, Hétebsz, te segítenél nekem? A gonosz ördög terrorizálja a lávaszörnyek világát. Segíts nekünk győzze az ördögöt, kérlek, és tegnap találtam egy papírcetlit, azon van egy-két nyom a betöréstől. Ott van mellette egy ládában. Hát igen, azt tudjuk, hol van. Te csúnya ördög. Oké, és mit csináljak vele? Keresem meg az ördögöt, megvan. Kimaradt a parancs, vagy ilyesmi? Ja, hogy nem ő volt az ördög? Ohoho. Ő az ördög. Aha, jó, szabadon engedem Magnust. Mit csináltam vele? Vedd ki a ládából a cetlit, és keresd meg a lista következő személyét. Üzenet, kedves társam, megtörtént a rablás, oda rejtettem el a kincset, ahol találkozni szoktunk. Na nézzük ezt a jó embert, ezt a gyönyörű pistát. Hát igen, rossz helyen van a gomb. Ki is ütötte a dugattyú. Azt mondja... én nem láttam semmit, csak annyit tudok, hogy tegnap este jól berúgtam és ide tacsoltam. Hát ez jó volt. Szevasz, vadász! Ja, a betörésről, amit tudok, elmondom, ha levadászod nekem az oroszlánt, tedd a fejét a ládában, keresd meg az oroszlánt és tedd bele a vadász ládájába. Hú, véletlenül ugye pont belebotlottam. Itt ez a drága panda. Attattatt az oroszlán. Viszek egyet magamnak is. Nem, mintha egyébként nekem nem lenne. Hely, tényleg. Ha-ha-ha! Upgrade-el csabusa. Ez lesz az a láda. Ija. Köszi, de semmit sem tudok erről. Ez fantasztikus.